Nem a futástól lesz izmos a farizmunk, de járjuk körbe ezt a témát pontosabban. Először is nézzük meg, hogy mi maga a farizom. A farizom két nagy részből áll, az egyik a nagy farizom, a másik pedig a kis és középső farizom. A nagy farizom alkotja magának a fenéknek vagy a popsinak a formáját, a kis és középső farizom pedig inkább oldalra helyezkedik el, de funkcióban ugyanolyan fontosak, mint a nagy farizom. Különböző gyakorlatokat szoktunk csináltatni mindenféle helyzetben. Vannak könnyen kivitelezhetők, illetve olyan gyakorlatok, amit inkább edző jelenlétével szoktunk alkalmazni. Nézzük azonban azt, hogy ezekből a gyakorlatokból egyetlen hány darabot érdemes csinálni ahhoz, hogy megfelelően alkalmazkodjon a testünk. Attól függ, hogy mi a cél. Ha az a célunk, hogy szálkás, izmos, definiált izmokat szerezzünk, akkor inkább többet és több sorozatba kéne csinálni. Tehát legalább 20-30 ismétléssel dolgozzunk, és 3-4 sorozatban. Ha nagy izmokat szeretnénk, akkor inkább kevesebbet, tehát 2-3 sorozat, és akkor jönnek a nagy súlyzók, amiket inkább az edzőterembe szoktunk csináltatni. A farizom fejlesztéséhez szoktunk ajánlani különböző kiegészítő tevékenységeket, és már a bevezetőben mondtam, hogy nem feltétlen a futás az, amihez hozzá kell nyúlnunk. Nagyon-nagyon jó ötlet a hegyen fölfelé való sétálás, ami az egész hátsó izomláncot erősíti, tehát nem csak a nagy farizmot, hanem a hátsó combot, illetve a vádlit is munkára fogja. Különböző kiegészítő tevékenységeket ajánlhatunk mindig, például a biciklizés. Ősszel aktuálisak a nagyobb séták, amit a természetben szoktunk megejteni, úgyhogy az is nagyon jól fejleszti a farizmunkat. Hosszabb sétákra gondolok, tempósan, kilépve, aminek van egy pici edzésértéke is. Ezeknél a gyakorlatoknál, vagy ezeknél az izomfejlesztéseknél ne várjunk azonnali hatást. Egy hét múlva ne nézegessük magunkat a tükörbe, körülbelül egy hónapot adjál mindig magadnak, hogy meghozza a várva várt eredményt. Ajánlások között szerepelhet az is, hogy mit ne csináljunk a farizomfejlesztő gyakorlatoknál. Ne csináljuk nagy súllyal, mert sérüléshez vezethet, illetve a mozgásminta rossz beidegződését idézheti elő. Ne csináljuk minden nap, mert az izomnak pihenésre van szüksége, illetve nagyon figyeljünk mindig a kivitelezésre, csak pontosan, helyes mozgásmintával dolgozzunk.